tudjátok, Panna nem tétlelkedett így sem. A napnál is előbb bújt ki az ágyból, felcsimpaszkodott hatalmas nagy jófájú tetejére, úgy nyitott a harmadtalak kicsi fecske fiókákat. Érdeklődnénk, hogy hogyan lehetne részt venni ezen a kiváló rendezvényen. Sehogyan be kellett volna előre jelenteni, tehát sehogyan. Jelenteni? Miért kellene bejelenteni? Nyilvános előadás. Szerettünk volna bemenni, Gaudi Nagy Tamás jogvédőt. A barátommal és kollégámmal nem engedtek be, pedig hát ez a rendezvény, azt gondolom, hogy mint családanya engem is érdekelne, hogy ezeket a meséket valóban felolvassák-e. Magyarországon ezek a gyermekek nem a gender mainstreamé, hanem a szüleiké, az enyém és a feleségemé. Senkinek nincs joga elrabolni a gyermekeimet. Tiltakozom ellene, és ha kell, odáig fajul a dolog, tetlegesen is meg fogom védeni a magyar törvények jegyében azt, ami önnek és mindannyiunknak jogunk és kötelességünk is. Védjük meg a gyermekeinket. Köszönöm szépen. Isten áld meg a magyar. A legkomolyabb tanulság az LMBTQP-vel kapcsolatban, hogy eltartott kis ujjal nem fogunk tudni harcolni ellenük nem szakemberek, forradalmárok és felforgatók, akikkel szemben harcosokat kell küldeni, mert be kell lássuk, hogy minden napra fog jutni egy LMBTQP esemény, valami matiné, akkor egy színházi előadás, akkor következő nap azt fogjuk hallani, hogy ebbe és ebbe a városba a gender WC-k nyíltak, a következő pillanatban pedig már kapkodhatjuk a fejünket, hogy be se írják az anyakönyvekbe a születendő magyar gyermek nemét. Törvényi szabályozást követelünk, tehát törvényi szabályozást követelünk a gender propaganda ellen. Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy lépjen, mert a civileknek nincsenek eszközeik arra, hogy megállítsák ezt, és nem is a mi feladatunk lenne megállítani ezt a fajta ideológiát. Ez valóban erősen pusztító, tehát ezt lássuk világosan, hogy a nemzetállamok felszámolásának a terve többek között ezzel az eszközzel folyik, kívülről hozzák a bevándoroltatást, a betelepítéseket, a pénzügyi megszorításokat, belülről pedig a diktatórikus jogállamisági bunkó mellett ugye használják a multikulturalizmus romboló eszköztárát, és ebbe tartozik többek között ez a bizonyos LMBTQ, IP, plusz, és ki tudja mennyi variációs őrület, aminek csak egy a célja, hogy ne a normalitás és ne az értékvédő nemzeti közösségek legyenek otthon és irányítói saját sorsuknak, hanem olvasszák be őket ebbe a nagy tervbe, a nagy kajerdi tervbe, ahol már egy egysíkú, egy összekeveredett, több fajú és beazonosítatlan eredetű, tudatú emberek fogyasztói millióit lehet könnyedén irányítani. Ezért kell most itt az első lépéseknél megállt parancsolni, a jogvédőként messzemenően felháborítónak tartom, és arra kérem a jelenlevőket, hogy a alkotmányos eszközeikkel találják meg a módját annak, hogy kifejezzék tiltakozásukat. De azért emlékezzünk arra, hogy idén júliusban Puszkén írta a háttértársaság, hogy érzékenyítő összejövetel tartottak a 8. keleti kapitányság rendőrei számára, ahol elmagyarázták nekik, és megkérték őket arra, kitanították őket arra, hogy hogyan kell fellépni a Pride deviáns, szexuális deviáns rendezvényei ellen fellépő hazafiakkal szemben. Ez az egész balos felforgatás alapvetően a nőket bolondítja meg, és a nőket használja eszközként, és végrehajtóként mindig nőket látok. Túlnyomó részt itt is azokat láttam, ami nagyon szomorú, mert a nőknek egészen más feladata lenne, a nőknek anyává kéne válni, családanyává is. Asszonyá, ahelyett, hogy ilyen elmebetegségekben vesznek részt, de sajnos ez a veszély ennek a balliberális világnak, hogy ilyenekre pedesztinálja a nőket. Egyébként köztünk is számos hölgy volt, inkább azt mondanám, hogy hölgy, mert akár idősebb ránézésre ilyen polgári kinézetű és viselkedési kultúrát, de mégis határozott hazafias érzelmű hölgyek voltak, tehát nem igaz, hogy mi csak fiúk voltunk, de nálunk egészséges az arány. Itt általában többség férfi, mert a harci ügyekben férfinak kell kiállni, míg ott a túloldalon nők a többség, tehát ez azért gondolkozzon el mindenki. Már 2 éve ezelőtt egy rendezvényen ugyanennek a labrisznak elmentem, akkor egyedül tiltakoztam, ahol ezt a kis könyvet adták ki, ami még nem az óvodák
van, hanem még az iskolákban való buzi propagandáról szólt, hogy ezt hogy kéne csinálni, hogy ott érzékenyítsék a gyerekeket. Már akkor kongattam vészhangot, hogy már ott nyomulnak a fiatalim körébe, de azóta már eljutottak idáig ebben az ügyben. Azért Orbán Viktornak több olyan megnyilatkozása volt, ami erre valamilyen szinten azért reményt ad számunkra, és ezt kőkeményen be is kell rajta hajtani. Tehát most, hogyha a feladata van a Mi Hazánk képviselőnek a parlamentbe, akkor az lesz, hogy kőkeményen behajtsák a parlamenti többséget képviselő Fideszen és a kormányán, hogy igenis törvényekkel, és ne csak valami kis rész dolgot, hogy mondjuk az óvodákban el lehessen bevinni, nem, semmilyen óvoda, iskola alap, hogy ne lehessen LBTQ propaganda, ne lehessen szerintem az ifjúsági rendezvényesek sem, tehát minden, ami a fiatalságot célzva LBTQ propaganda, az legyen tilos. Ugye tavaly ezt már meghirdettük, az Éró Tarancia ez ellen, az egész hazafias mozgalom ezt meghirdette, és igenis, homoszexuális tanár, vagy akármilyen LBTQ betegségben szenvedő ember ne lehessen, gyakran ne foglalkozhasson gyerekekkel se óvodába, se iskolába, se gyerekpszichológus ne lehessen. Tehát én ezt is belevenném, mert onnantól nem lehet mást feltételezni, mint hogy ezen beteges szexualitási hajlamán keresztül közeli az adott fiatalsághoz, aki a keze közé kerül. És nagy a felelősség, hiszen sokszor többet foglalkoznak a gyerekekkel, mint maguk a szüleik a gyerekeknek. Tisztelt, vagy nem nagyon tisztelt, de ismert LMBTQ forradalmár hölgyeknek és uraknak, mint a Rédai Dorottya, a Virág Zsolt, a Dombos Tamás és társék, Mérő Vera, aki ezt szervezte, meg azt üzenem, hogy most abban a fázisban van ez a dolog, hogyha most abba hagyják a társadalom buzerálását, a normális társadalom buzerálását, meg a fiatalok, főleg a fiatalok abuzálását, és visszavonulnak a tetves odvaikba, akkor még nagy valószínűséggel nyugodtan nyalogathatják ott egymást, mert senki nem fog velük foglalkozni. De el lehet oda jutni, föl lehet piszkálni a normális társadalmat olyan szinten ezzel, hogy akkor már hiába fognak visszafutni az odvaikba, oda is utánuk mennek az emberek és kirángatják őket. Volt már a történelemben, lehet kísérletezni. Én nem javaslom számukra, én azt gondolom, hogy itt, főleg itt Közép-Európában itt betelt a pohár, különösen ezzel az óvodásoknak szánt dologgal, úgyhogy azt gondolom, hogy ez azért jobb, hogyha mindenki végig gondolja.